Golyóálló mellényt is felvettek a rendőrök az akció előtt, attól tartottak, hogy fegyver is van a gyanúsítottnál. Kora reggel rontottak a családfőre, lerángatták az ágyáról, és hátra bilincselték a kezét. Aztán átkutatták a lakást, megnézték a tévészekrény alsó polcát, egy dobozból kis zacskóban került elő gyanús anyag. Pénzt is találtak, 5000-eseket, 2000-eseket és 1000-eseket raktak ki egy hangfal tetejére, a 20000-esek pedig az ágyon sorakoztak. A pajtában erre itt pedig megtaláltak egy lőfegyvert is. Kábítószer kereskedelem büntet miatt vettük őrizetbe egy baktolorendházi család három tagját, a családfőt, a feleségét és a fiát. A férfi ellen már korábban 2 hónappal ezelőtt eljárást indítottunk hasonló bűncselekmény miatt. Azóta szabad lábra került, de a nyomozás adatai szerint nem hagyott fel a cselekménnyel, továbbra is kábítószert árult a környéken, többeknek, köztük kiskorú személyeknek is. A házkutatás során egyébként találtunk egy átalakított légpisztolyt is, emiatt külön büntetőeljárást indítunk. Április végén egy ablaktisztítós flakonban olyan anyagot találtak, amelyből herbárt lehetett készíteni. Béti Bort akkor őrizetbe vették, de utána szabadlábra helyezték. Most újra rács mögé kerül a férfi.